Stifter Márkkal beszélgetünk, az SKK egyik kiváló szurkolójával. Mióta szurkolsz a felnőtt csapatnak? Hát így már lassan, szerintem már másfél éve. Ráló hoztól játszó barátnőm miatt jártam először meccsekre. Ha tehetem, minden hazai meccsen mint vagyok, de vendégbe is kísérem a csapatot és buzdítjuk őket. Nagyon fontos mérkőzés előtt áll a csapat, február 16-án Kozán Islányba utazunk. Igazi rangadó lesz. Ott lesz a mérkőzésen? Természetesen igen, és szeretném a szurkolók figyelmét felhívni, hogy ha tehetik, mindenképpen jöjjenek, hiszen szükséges ez a győzelem, hogy továbbra is a tabella élén tudjunk maradni. Töltjük meg a busz minél többen. Egy 50 fős busszal leszünk. Minden szurkoló kap ajándékba egy pólót. Szerinted meg lehet a május végén a bajnoki cím és ez az NB1-be történő feljutás? Ha így folytatjuk és ilyen összhang lesz továbbra is a csapatban, akkor szerintem nincsen akadálya. Minden további nélkül remélem meg lesz. Úgy legyen, hajrá SKK-kal! Így van.